Először is egy jó hírrel szeretném kezdeni, mert biztosan sokan aggódtok szerekrinyicsért. A tegnapi nap folyamán Budapesten jó kezekbe került, és túl van az operáción, úgyhogy ma már megkezdte a keresztalak szakadás utáni rehabilitációját, és innen is szurkolunk neki. Folytatódik a bajnoki döntő harmadik mérkőzéssel, 2 0 ra vezet a Sopron, de azt gondolom, hogy egy picit időben visszamegyünk a rájátszás elejére, amikor a vasassal megkezdtük a párharcot, nagyon-nagyon mélyen volt mentálisan első elsősorban a csapat, és hát fizikálisan is, hiszen azért az első euróligás szezon, amellett, hogy nagyon sokat fejlődtünk minden szegmensben, nagyon el is fárasztott bennünket idegileg, de úgy gondolom, hogy az első párharctól, ahogy a vasassal megkezdtük a rájátszást, folyamatosan fejlődtünk, belefért az is, hogy a Pécstől Pécsen kikaptunk, onnan még erősebbbe jöttünk ki abból a történetből, és nagyon magabiztosan jutottunk a döntőbe. Azt pedig azt gondolom, hogy külön öröm, hogy a Sopron elleni párharcban eddig kétszer minimális különbségű vereséget szenvedtünk, ugye Sopronban kettő ponttal, még itthon 66-62-re négy ponttal vesztettünk csupán, és olyan nüanszokon múlott, mint például, amikor itt Gebi Williamsnek volt egy távoli palánkos triplája, ami beesett, ők ebből nagyon jól tudtak kijönni, nekünk is volt hasonló szép megmozdulásunk Sopronban Ágica részéről, mi akkor nem jártunk sikerrel, de én azt gondolom, hogy az egész magyar kosárlabda és a szakma nagyon örülhet, hogy egy igazi jó döntőt láthatnak, és nem az történik, hogy a sokkal erősebb játékos állománya rendelkező Sopron 20-30-40 ponttal, ahogy az alapszakaszban azért közel voltunk ehhez, nagyon megver minket, és szerintem ez a női kosárlabdának az ünnepe, és erről is kell szóljon, úgyhogy mi nagyon várjuk a harmadik találkozót. Biztos, hogy mind a két edző és szakmai stáb fog változtatni, hiszen változtatásra is kényszerülnek, illetve itt arról is szól, hogy milyen a stratégia mérkőzésről mérkőzésre, és pici apró nüanszokon, ahogy az első két találkozó múlt. Én azt gondolom, hogy nem lesz ez most másképp sopromban sem. Hatalmas taktikai, mentális és fizikai harcra számítok. Nagyon bízom abban, hogy sokan elkísérnek majd minket szexárdról. Úgyhogy most hozzátok szeretnék szólni néhány gondolatot. Egy korai időpontban, szombaton délután, 14 óra 30 perckor dobják majd fel a Novomatika arénában a labdát. A harmadik találkozón szeretnénk nagyon, hogyha lenne negyedik, úgyhogy erre nagyon nagy szükség van rátok is. Egyébként a csapat már egy nappal előbb elutazik a hűségvárosába, mi pedig a hűséges szurkolóinkat invitáljuk, üljetek autóba, buszba, tíz óra környékén, és találkozzunk Sopronban, és szurkoljuk ki a győzelmet, mert azt gondolom, hogy az első két találkozó után nagyon megérdemeljük.